Nos, a Philips a kompakt kazettával ugyan relatíve sikeres lett, de pénzt nem sokat hozott a konyhára az ingyen licenc miatt. Ezért mikor a digitális technika elég fejlett lett, úgy gondolták itt az ideje és piaci esélye egy házi digitális magnónak. Olcsóbbá akarták tenni, mint a konkurens már piacon lévő DAT, ami leginkább a stúdió felhasználást célozta meg. A fejlesztés előirányzott elvei például kompatibilitás a kompakt kazettával, minőség a CD-hez hasonlítson, játékidő a kazettához hasonló legyen, mechanikailag egyszerű, és a másolásvédelem lehetősége. Ez utóbbi a zeneipar nyomására kellett, de a többi feltétel a Philips gondolkodásából adódott, szinte minden háztartásban van egy-két kazettás magnó, amihez minden évben vesznek további kazettát. Ezekkel a kompatibilitás ad piaci folytonosságot és átmenetet analógról digitálisra. Úgy számolták, hogy a zeneipar támogatásával mintegy 15 éven belül a DCC lesz a legnépszerűbb formátum. A DCC-t végül a Matsushita is támogatta, és 1992-ben mutatták be. Csak a Philips, Technics, Marantz és Grundig gyártott készülékeket végül. A Sony teljesen elzárkozott attól, hogy támogassa a DCC-t, mert nekik ott volt a DAT és a minidisk. Philips vindt de muziekcassette uit en tijden veranderen. Vandaag vindt Philips de digitale compactcassette en de portable DCC-speler uit, waarmee je zelfs bestaande cassettes kan afspelen. Tijden veranderen. Perfect CD-geluid op cassette, waar je ook bent. I dig it. Philips invents for you. Technikai érdekessége, hogy állófejes, mint a compact kazetta, de 9-sávos magnetorezisztív fejet tartalmaz a lejátszáshoz és 9-et a felvételhez, plusz 2-t a hagyományos kazetták lejátszására. Az AB oldalváltáshoz a fejeket átforgatja. Ez alól a hordozható készülékek kivételek, mert azok fix fejesek, és mindkét oldalhoz tartalmazza az összes fejet. A felvételhez a PASC kódolást használja, Precision Adaptive Subband Coding. A beérkező hangot digitális szűrőkkel 32 alfrekvenciára osztja, és mindig eldönti a rendszer, hogy hova hány bitet kell, hogy használjon. A bitrate 384 kilobit per szekundum, kb. 4001-es tömörítéssel. Ehhez még hozzájönnek a rendszerinformációk és a Red Solomon hibajavító bitek, így a teljes kazettára kerülő adatmennyiség 768 kilobit per szekundum, és ezt osztja szét a 8 felvevő fejre. Elméletileg, legalábbis a Philips szerint, a hang helyreállítható még akkor is, ha egy teljes felvételi sáv nem olvasható, vagy teljes jelkimaradás van 300 másodpercig. Ez a PASC kódolás az alapja az MP1 hangformátumnak, csak nincs limitálva 384 kilobit per szekundumra. A lehetséges mintavételi frekvenciák 32, 44,1 és 48 kHz, de analóg forrásról csak 44,1 kHz használható. A műsoros kazettákon a 9. felvételi sáv az album, cím és hosszinformációkat tartalmazza a szalag teljes hosszában, tehát bármely ponton lekérhető az összes szám címe. Az üres kazetták esetében ugyan vesz fel márkereket minden típus, és automatikusan felismerik a szünetet is, de csak a 730-as és 951-es tudott címeket hozzáadni felvétel után, és csak az az egy szám cím érhető el, amit éppen játszik a készülék. A zeneipar a 90-es években elkezdte kihisztizni magának a hordozók másolásvédelmét. Erre két bitet használtak fel, protected vagy unprotected, és original vagy copy. Ha protected és copy is bekapcsolt, akkor a felvétel nem lehetséges, és hibaüzenettel leáll. Ha protected és original az állapot, akkor az original bitet copy-ra cseréli, és ezt a másolatot még engedélyezi. Analóg bemeneten nincs másolásvédelem. A DCC kazetták kromdioxid szalagosak valamivel jobb mechanikával, mint a hagyományos magnó kazetták. Ugyanis precízebb szalagvezetés kell a digitális sávok tartásához. A kazetták szélén található néhány extra lyuk, ezekből tudja a gép, hogy DCC a szalag, illetve hány perces. Ezért elvileg néhány jobb minőségű kromkazettát a megfelelő helyen kifúrva átverhető a gép,
hogy DCC kazettát kapott, és vegyen rá digitálisan. Ez a DCC 600-as első generációs középső modell. Elég jól szól, szerintem az analóg kazettákat is tisztábban játssza le, mint egy hagyományos magnó. Amikor a DCC 1992-ben a piacra került, már nem a DAT volt a fő rivális, hanem a Sony minidiszkje. Elég jól használható és kicsi optikai lemez. A bemutatókon vagy boltokban egymás mellett pedig egyetlen hátrány volt nagyon szembetűnő. Mutatom! A Marantz DCC 175 hordozható készülék volt az egyetlen típus, amely összeköthető volt számítógéppel, egy PC-Link kábel segítségével a soros portra. Csak IBM gépekkel volt használható, és csak holland piacra készült. 250 MB-ot mintegy 90 percig írt a szalagra, ami már ekkor is lassúnak számított. Elérhető volt egy DCC Studio program, amivel hangot lehetett a szalagról merevremezre és visszamásolni. Végül a DCC nem lett sikeres, pedig a hangminősége elég jó, de sokkal drágább lett a tervezetnél, így nem kapkodtak az emberek, hogy váltani szeretnének. Az egyik legnagyobb előnye a hátránya is egyben. Kompatibilis a magnókazettákkal, de nem vesz fel analógban, amit sokan hiányoltak. Megjegyzem, hogy én is. A digitális rész esetében pedig a szalag az szalag, vagyis nincs random elérés. Az árat sem sikerült alacsonyabbá tenni, és további gyártókat sem a formátum mellé állítani. Így aztán 1996-ban a Philips beszüntette a DCC gyártását. Amennyiben rendelkezel olyan formátummal, ami még nem volt bemutatva, és megosztanád ezt másokkal, lépj velem kapcsolatba. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!